Milyen szép reggelünk van. Az idő 5 óra. Kelünk, és 6-kor már munkába állunk, hiszen egy jós az mindig feltöltődve ébredik, illetve tele energiákkal, és soha se fáradt, soha se alszik el, mindig mindenre tökéletesen van ideje. Tudod, kit ébreszél fel, te ilyen korán 5 óra van. Ilyenkor még a nap se kell föl. Aludni akarok, nem bírom tovább. Kezdjük el a napot. Erez. Nem fog békén adni, 6-ra pedig össze kéne magam szedni. 4 órát aludtam, még annyit se. Estig dolgoztam, egy új projektet készítettem elő nektek. Nem sokára láthatjátok majd. De addig is. Aludjunk, mert nem aludhatok vissza, mert akkor megint 7-kor kelek fel, és már egy ügyfélrel meg van beszélve, hogy egy fél óra múlva kezdünk. Utálom a gyári munkás ügyfeleket. Olyan keveset alszanak, és mindig ébren vannak, és egyfolytában. Sziasztok, én Regina vagyok, az Öregcus, és a videó félreérthetősége érdekében arra kérek mindenkit, hogy senki ne vegye magára. Ez a videó pusztán a poén, a szórakoztatás kedvéért készül el, hiszen nagyon-nagyon-nagyon régóta megfogalmazódott bennem, hogy nekem is vannak olyan napok, amikor egyszerűen nem, semmi nem megy, semmihez nincs kedvem, és ezeket a napokat összefoglalva egy ilyen vicces videóba összegyűjtöttem nektek, láthatátok az ébredést, jöjjön a reggeli! Na sziasztok! 5 óra 5 perc van, felkeltem, elvégeztem a folyóügyeimet, gyönyörű szép időnk van, ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Tehát láthatjátok, hogy a napocska már javában ébren van, tehát nekem is ébren kell lennem. Így van. Láthatjátok a reggeli napfényeket? No, a reggelimet én már tegnap este előkészítettem, hiszen mai napom az nagyon pörgős lesz, mint ismételten. Kis pite-szerű dolog. Mindjárt mutatom nektek, tehát egy picit megkapódott, mert leveles tészta. És megmondom őszintén, a sütőm az elromlott, csak felül süt, de már rendeltem is egyet, hiszen nem dolgozhatok ilyen eszközökkel, rögtön az öt megoldásnak pedig első körben nem olyan rossz. Jó reggelt! Szerintem a napomat azt nem kávéval indítom, hanem egy kicsi házi cuccal. Mézesmálna. De igazából nem az van benne, hanem másféle pálinka, finom volt. De úristen, redet kéne raknom itt. Nem is, nem érdekel. A kajámat reggel este összeraktam, és oda van égve, én ezt nem ehetem meg. De van itthon kenyér. Majd eszek azt. Nem, az nagyon jó a kenyér. Fú, nem eszek se. Várja, fényevő vagyok, nem. De ami az elképzelésben és a valóságban is mindig így van egy ideje, az a reggeli programozott vizem, hiszen anélkül én már nem is tudnám elkezdeni a napomat.
nem a legszebben ragasztottam le, tény és való, de a lényeg, ami benne van, ha érdekel, akkor keres privátban és elmesélem neked, hogy hogyan is van ez. Nyilván egy... hogy mondjam, tehát díja van. A benne található kis körömet pedig berakom bal oldalra a zsebembe. Ő ott, citrim. Oké. Oké, rendben van. Kezdjük a napot. Elő is veszem a kis füzetecskémet, amit mindjárt láthattok. Itt van a laptopom, a dolgozáshoz pedig mindjárt be is izzítom. Itt vagy. Írni. Itt van az egyik jegyzett füzetem, ahova vezetem a napi ügyfeleimet, tehát akik minden nap jönnek hozzám, jósoltatni, hetente jönnek, tanácsadásra, két naponta, nyilván én alapkérdések, hogy amik tényleg ilyen rutinszerű kérdések, azok pedig naponta előfordulhatnak. Nyilván csak azoknál, akik még most bontogatják a szárnyaikat. Jó. Itt az éves tervezőm. Ebbe még nem olyan sok mindent írtam. Tehát még mondhatni kitöltetlen. Csak tényleg egy-két dolog van itt. Ez pedig az éves tervezőmnek az éves tervezője. Tehát, hogyha valami nem fér neki, akkor az itt megtalálható. Tehát láthatjátok, szépen ki van töltve. Ez pedig az a füzet, amit csak akkor veszek elő, hogyha kiemelt ügyfelek jönnek, akik tényleg egy hónapba egyszer. Nyugi, ez nem üres, csak nagyon titkosak ezek az ügyfelek, tehát nem szeretik, hogyha kiadom a nevüket sem, és pedig a létezésüket annyira titkosak. Nos pedig, mert őt most vettem, ez majd a pénzügyi számításaimra lesz, hogy megtakarítás, stb. Be is indult a kicsike, tehát kezdjük fel az ügyfelezést. E-mailekre válaszolok, Facebook üzenetekre válaszolok, Instagram üzenetekre változok. Instagram üzenetekre válaszolok. Valóságban pedig ez úgy néz ki, hogy már megint lefagyott, már megint nem mozdul sem erre, hiába mozgatom. Jó, itt vannak a füzetek, azt sem tudom, melyikben mit írok. Talán ebben vannak a dátumok, nem? Ez nem is az én füzetem. Az anyámé. Na, ez az enyém. Hát, igen. A szőlőzsírom. Enélkül nem kezdem el a napot, oliframes, rendelhető tőlem. Mit rendelhettek még tőlem? X-ereket? Jóslást? Sorselemzés, stb. Ez pedig igazából, ez se az enyém. Csak annyira tetszik, hogy videóban jó mutogatni. Na, ő az enyém viszont, tehát ez én stílusom inkább ez. Na de, már megint eltértünk a lényegtől, pedig meg kéne mutattam, hogy ügyfelezek, de igazából a valóság az az, hogy igazából ülök a gép előtt egy órát, igyekszek tényleg mindenkinek visszaírni, rigtig akkor írnak vissza, amikor én már köszönnék el, és folytatnám tovább a napot. Nyilván ezért nem haragszok, csak akkor tudniuk kell, hogy én később tudok rá válaszolni, mert utána még vannak egyéb dolgaim. És ilyenkor van az, hogy a napomban általában így néznek ki a napjaim, de nem mindegyik egyforma. Tehát, ja. És most jön az a rész, amikor ugye vagy online beszélek az ügyféllel, vagy pedig személyesen, de hát személyesen nem mindenki tud eljönni. Jó napot! Üdvözlöm! Igen, akkor megkezdhetjük a jóslást. Ide készítettem minden kelléket, ami csak kellhet. Arra kérlek, mesélj magadról. Jó, rendben. Igen. Ez valóban nagy probléma. Nagyon jó, hogy hozzám fordult, mert én ebbe szakértő vagyok, tudok segíteni, tényleg mindent megteszek, harcolni fogok az ügyért. És képviselni fogom önt. Így van. Nem vagyok ügyvéd, csak most nem akartam túlságosan látszívűnek tűnni, hiszen akkor hogyan is távolíthatnánk el ezt a problémát az útból. Így van, így van. Igen, igen, megkaptam az utalást, igen, nagyon szépen köszönöm. Igen, akkor programozott kristálykő, igen, jegyzetelem. Programozott kristálykő, ékszerek, igen.
Reiki behangolás, és lesz rendben. Igen, gyerekeknek is tudok jósolnatatni, viszont nekik nem fogok olyan mélységekbe belemenni, hiszen ők még gyerekek. Nem feltétlen tenne nekik, hogy mindent elmondanék, tényleg csak általánosságban. Igen, így van. Igen, iskolai bántalmazásra kapcsolatos dologban is tudok segíteni. Munkahelyi, igen, pénzügyében is, igen, mindenben. Tényleg szerelemtől kezdve az átok levételi mindenben. Átkot tegyek valakire? Nem. Én csak áldást. Ráteszek egy nagyon nagy áldást, amit ő úgy fog megélni, hogy féltékeny lesz rád. Jó, rendben. Köszönöm szépen, viszont hallásra, további szép napot! Edd már föl, hát megvan beszélve az időpont, 5 percet már így is késtél. Miért nem veszed föl? Írt egy üzenetet, tegyük át fél óra múlvára, de fél óra múlva nekem már másik ügyféllel lesz időpontom. Hú, akkor most mi legyen? Írok neki üzenetet, tegyük át holnapra. Jó, holnap egész nap nem lesz itthon, akkor már csak a jövő hétre időpont. Igen. Jó. Akkor besűrítelek téged a nap végére, de akkor tényleg vedd fel a telefont. Köszönöm szépen. Jó. Igen, el is telt a fél óra. Hív az az ügyfél, aki... El is lenne most pontos. Igen, jó napot kívánok. Így van. Akkor éves sorselemzésre jött hozzám, így van. Én azt látom, hogy nem vagy rendben önmagaddal. Hogyan tudsz önmagaddal rendben lenni? Igen. Mi? Nem. Tessék? Hogy az én anyukám? Nem, biztos, hogy nem. Nincs is testvérem, nem. Hát én vagyok itt a jós, nekem kell kérdeznem. Tehát az én magánéletem nem tartozik ide. Ja? De ez nem így megy. Nem tudom megmondani, hogy percre pontosan mikor fog történni a változás. Időintervallumot tudok mondani, de csak is kizárólag abban az esetben, hogyha fent el van döntve az univerzumban. Ne tegye le, ne tett. Letette. Én mindennek próbáltam. Jó, a következő. Jó napot kívánok! Legyen áldott a szép napod. Igen. Na, beszéltünk már az előző héten is. Igen, így van. Azóta még nem történt változás. Én mondtam, hogy türelem. Tehát én mondtam, hogy... Mi történt? Júj. Hi. Hát ez borzalmas. Hogy bírtad ki? Hi. Nem, ilyenekre gondolni se szabad. Nem. Jó, ez így. Legyél erősebb egy picit, több kitartás, több van benned. Így van. Tehát lásd a fényt az alagút végén. Ragadd meg a lehetőséget. Ha mész az úton, ne foglalkozz azzal, hogy ki mit mond rólad. Légy önmagad, légy bátor, merész, cselekvő. Légy szabad, motivált. Benned van az erő. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Hív a következő ügyfél. Ezt imádom, ezt a csajt, vagy mindig jókat beszélgetek. Na, szia! Na, igen, megkaptam, jól van. Nincs változás a gyerek ügyében? Na, majd mindjárt teszek róla, teszek rá egy lelki gátlásokat feloldó mágiát, így van. Nem lesz semmi problémája. Ebben az iskolában biztos, hogy nem lesz semmi problémája. Le fognak róla szállni, ezt garantálom. Rendben, akkor kezdem is, és közben nyugodtan mesélj, hogy mi történt vele, tudok figyelni. Jó, oké. Meggyújtam ezt a gyertyát a védelemnek a nevében. Így van, most gyújtottam meg a gyertyát. Jó. Oké, szia! Nem még beszélünk holnap, halihó! Oké, most pedig hív a következő. Utolsó ügyfél mára. Este 11 óra van. Jó, estét kíván. Igen, tudom, hogy későn van. Tudjuk át holnapra? Oké. És nem probléma, semmi baj. Ez az. Lehetek aludni. Ez az. Most pedig a következő rész, ez nem feltétlenül lesz szituációs. Ott szállt el egy szösz. Ez egy angyali jel volt. Igen, tehát... hogy mondjam? Uh,
Tehát nagyon-nagyon szeretem a munkámat, tényleg. Szerettem volna egy picit jobban belenézzetek, hogy hogyan is zajlik egy napom. Most pedig elmondom, hogy szavakkal is, hogy úgymond átláthatóbb legyen, mint egy szituációs gyakorlat. Tehát reggel fölkelek. Valamikor reggel 5-kor, valóban szoktam olyan korán kelni. Idézőjelben korán, mert valaki korábban kell. Valamikor 7-kor kell kelnem, és valamikor ráérek 8-ig is aludni. De amikor úgymond bulizósabb napok vannak, akkor nyilván délbe kelek, mert aludnom is kell. És általában a többi részét tényleg ugyanezt szokta követni, hogy én hát gépről nem nagyon szoktam visszaírogatni. Általában telefonról szoktam intézni az egészet, de tényleg nagyon sok projektet a gépen csinálok meg. Akkor tényleg lefoglaljuk az időpontokat. Általában én szoktam másik időpontot kérni, valamikor az ügyfél, de amikor látom, hogy nem férne bele, vagy most nem vagyok olyan állapotban, akkor inkább új időpontot kérek. Megértőek szoktak lenni. Valóban foglalkozom ékszerkészítéssel, illetve ékszer eladással. A kettő nem tehát az egyik az nem az én webshopom, ott csak értékesítő vagyok, de elég jól csinálom, több visszajelzés is azt sugalta. A rejki behangolással anyukám foglalkozik, én csak távban tudok küldeni rejkit, idézőjelbe csak. Jóslás, mágia, sorselemzés, stb. Azzal mindig én is foglalkozok, anyukám is foglalkozik vele. A weboldalunk mystika.hu, e-mail címünk kapcsolat@mystika.hu. Egyéb webes felületek pedig a videó alatti leírásban találhatók meg, Facebook, Instagram oldalak. Telefonszámot csak akkor adok meg, hogyha a Messenger nem működik. Alapból nem szoktam kiadni a mobilszámomat. És a napom további része tényleg így zajlik, hogy ügyfelek, nyilván megyek boltba is, meg egyéb dolgaim is vannak, tehát főzök is, takarítok is, fürdök is, tehát ilyesmik. Nyilván a sajós dolgok, ilyen TikTok, YouTube videók, ugye kikapcsolódásba, de ez nyilván olyan napokon van, amikor tudom, hogy nem jön annyi ügyfél, mert tudom, hogy olyan nap van, tudom, hogy hónap vége van, és tehát hónap végére nem mindenkinek van annyi félretett pénze. Na, most pedig elköszönök tőletek, legyen további szép napotok, sziasztok! És igen, azt hiszem, ennyi lett volna ez a videó. Áldásra látok, én nagyon örülök, hogyha megnézitek ezt a videót. Bubuka voltam, szeretlek titeket, sziasztok! Legyen csodálatos napotok! Halihó!